Az ELTE-n végeztem a pszichológia képzést, az irodalomterápiás képzést pedig a Pécsi Tudományegyetemen. Azóta Budapesten dolgozom. Az Országos Könyvtári Napok apropóján a Hévízi Szabad Egyetem keretében látogatott el városunkba Jakobovics Kitti pszichológus irodalomterapeuta. Előadással egybekötött könyvbemutatóján első kötetét, az Irodalomterápia a könyvespolcot pszichológus szemmel című alkotását is bemutatta az érdeklődőknek. Ez egy friss megjelenés, tényleg nyáron jelent meg a Kulcsuk kiadó gondozásában. Egy ismeretterjesztő műfaj, tehát nem szakirodalom, nem tankönyv, hanem a laikusok számára is érthető nyelvezettel mutatja be, hogy miről is szól ez a tudományterület, mi ez a módszer, hogyan lehet használni, vannak benne esettanulmányok, ilyen gyakorlatias megközelítések, úgyhogy elég átfogó képet ad szerintem arról, hogy mi is ez az irodalomterápia. A pszichológus előadása keretében az irodalomterápia tudományterületét, módszerét, alkalmazását is ismertette az érdeklődőkkel. Az irodalomterápia egy segítő módszer, amely azt vizsgálja, hogy az olvasás, az írás hogyan tudja fejleszteni mentális egészségünket. Ez egy elég sokszínűen használható módszer, nagyon sok különböző szakma használja. Nagyon egyszerűen arról van szó, hogy az irodalmi szövegeket olvasás vagy írás által tényleg hogyan tudjuk az önismeretünk fejlesztése szolgálatába állítani. De hogy azon belül most, hogy milyen szakember hogyan használja, az nagyon eltérő lehet. Tehát találkozhatunk ilyen jellegű szolgáltatásokkal könyvtárosoknál, pszichológusoknál, pedagógusoknál, és még egy csomó társszakmában. Az Országos Könyvtári Napok keretében az elmúlt héten több előadással is találkozhattak az érdeklődők a Városi Könyvtárban. Az irodalomterapeuta előadása is sok érdeklődőt vonzott a helyszínre. Hévízről érkeztem, itt is lakom, és örülök annak, hogy újra elkezdődtek ezek a programok, és végre újra találkozunk, és újra lesznek előadások, vagy legalábbis reméljük, hogy ez már tartósan így marad. Az előadást követően az irodalomterapeuta első kötetét a helyszínen is megvásárolhatták az érdeklődők.